A közép-szerbiai Leskovac város melletti Rudareban levő templom, amelyet a Szent Paraszkéva nagyvértanúnak szenteltek, egy 5. századbeli korai keresztény bazilika alapjaira épült ugyanabban az időszakban, amikor az első Justinianus által építetett híres császárné városa is készült. A török hódoltság idején a Rudarei templom nem csak Leskovacnak, hanem környékének is spirituális központja volt, valamint jelenleg is nagy számú személyt összegyűjtő rendezvények helyszíne. Itt kerül megrendezésre többek között a Vitus napi népünnepély is. A Rudarei templomot a római Szent Paraszkéva nagyvértanúnak, keresztény felvilágosítónak szentelték, aki a mai Olaszország területén a kereszténykor második századában vesztette életét. Ezen a területen Paraszkéva kultuszát nagy tisztelet övezi. A Rudarei templom mai arculata 1799-es felújítása során alakult ki. A munkálatokat a tehetősebb leszkováciak pénzelték, hogy az akkori ottomán birodalom feudális rendszere ellen szentszálva haladó elképzeléseivel szálljanak szembe. Úgy vélik, hogy Justinianus császár korában Leskovac déli lejtőjén jelentős keresztény település létezett, amelynek részét képezte az a templom is, amelynek alapjain a mai áll. A 6. század végén vagy a 7. század elején a szlávok e területre érkezésekor a település eltűnt és vele együtt a korai keresztény templom is. A kereszténység felvételével a szlávok hozzáláttak a templomok újjáépítéséhez, és a feltételezések szerint a Rudarei templom újjáépítésére a Nemanjicsok idején került sor, mondta el Miroslav Jovanovics, a templomról készült monográfia szerzője, korábbi Rudarei lelkész. Abban az időben a görög diaszpora igen nagy és erős volt, a Nisben élő püspökök, valamint fanariatok gyakran jártak Leskovacra, mégpedig a Rudarei templom komplexumba, amely leszkováci rezidenciaként szolgált. Csaknem egészen a 19. század végig a templomban felváltva szolgáltattak misét görög és szláv nyelven, ettől az időszaktól kezdve azután a szláv nyelvű istentisztelet fokozatosan uralkodóvá vált, mivel Leskovacon a görögök lassan beolvadnak a többségi szerb környezetbe. A nedvesség igen nagy kárt tett a templom freskóiban. A rossz állapotban lévő ikonosztázt a 20. század végén megjavították, és minden megrongálódott ikont újjal cseréltek fel. Az ikonokat György Zográfszki, akkori hírneves ikonfestő készítette. Az ikonfal keretét 7 évvel ezelőtt ismét fel kellett újítani. Az ikonosztáznál talán még jelentősebbek a falon levő freskók. Ezek közül néhány igen különleges, például a Rafael arkangyalt, vagy az egyiptomi Pahómia sivatagi szerzetes rend megalapítóját ábrázoló. Az 1815-ben készült freskók rétege alatt egy másik freskó réteg található, amely valószínűleg a Nemanjicsok korából származik, vagy talán még annál is korábbról. Mindezt a feljegyzésekből tudjuk, mert az alsó freskó réteg annyira megrongálódott, hogy sajnos felújíthatatlan, mondta Miroslav Jovanovics lelkész. Az első világháborút követően a mennyezeten levő freskókra habarcs réteget húztak, valószínűleg azzal a szándékkal, hogy megvédje a freskókat, ám ezt szakértelem nélkül végezték. Ahhoz, hogy a freskókat restaurálni lehessen, mindenképpen el kell távolítani a habarcs réteget. A templom portáján számos rendezvényt tartanak, amelyek célja a hagyományos értékek ápolása és előmozdítása mellett az, hogy felhívják az illetékesek és a nyilvánosság figyelmét e komplexum felújításának szükségességére, amely, hangsúlyozza Jovanovics lelkész, nem csak vallási, hanem kulturális és idegenforgalmi célponttá is válhatna. Az augusztus 8-ai Szent Paraszkéva napi ünnepélyeken kívül rendeznek itt hittan vetélkedőt, valamint több más rendezvényt, amelyekre Szerbia déli részéről, ám az ország minden részéből is több ezre látogatnak el. Vitus napján itt népművészeti szemlét tartanak. Ez alkalomból régi szerb ételeket, népművészeti tárgyakat kínálnak,
a művelődési programba pedig a népi zenét ápoló zenekarok vagy szólóénekesek, valamint ismert színészek vesznek részt. Idén Ivana Zsigó lépett fel.